Sziasztok! Újfent itt vagyunk, és folytatjuk a havantan volt a lóvő mentést, avagy január utolsó mérkőzése következik, a tök utolsó helyezett Eldershot Town ellen. Ezek a meccsek ugye mindig veszélyesek, még hazai pályán is, szóval oda kell figyelni, különlegesen úgy, hogy Malik Cadogan ugye kiesett a bal oldalról, mint támadó középpályás, és azért jó lenne folytatni ezt a jófajta sorozatot, hogy 5 mérkőzés óta veretlenek vagyunk a bajnokságban, és hát az Eldershot Townt azért illene megverni, főleg hazai pályán. Aztán jön a Chesterfield szintén itthon, 3 nappal később, majd 4 nap múlva az Eltrinken otthonába látogatunk, tehát sűrű lesz a következő hét. Ráadásul a vezetőség és a szurkolók elvárása is a győzelem, és Tommy Wrightot, Jacob Ögli egyapongot és Matthew Turnert is szeretnék látni a kezdőben. Spoiler alert, nem fogják. Ugyanis kockáztatunk, mert 3 nappal később az 5. helyezett Chesterfield ellen játszunk, és a nagy csapatnak rá kell pihennie arra a meccsre. Lássuk tehát, mire képesek a többiek. A mérkőzés napja tehát, ahogy említettem, január 31. szombat délután 3 óra, ahogy szoktuk. 13-ként fogadjuk a 24-et, ők mínusz 35-ös gólkülönbségen állnak, mi nullással egyedüliként a bajnokságban. És hát tekintettel arra, hogy majd 3-kor kezdődik valóban a meccs, addig még itt elpötyögtetünk, avagy 2-2-t játszott az U18-as csapatunk. Joel Mills szerezte mindkét gólunkat. Gratulálunk! Na! Hussein Biller csatlakozik hozzánk próbajátékra. Ő egy jobb hátvéd, szeretném jobban megismerni, mert ugye arcoskodások vannak azon a poszton. És Jack Turner, aki pedig egy középpályás, egészen jó értékekkel és A pluszos értékeléssel játékos megfigyelőnktől, a QPR volt játékosa, aki játszott a Cheltenhamben is. Nos, bármi jól jöhet, bár ugye az emberfogás és a passzolás nem annyira az erőssége, de fizikai tulajdonságai és az egyéb mentális képességei azok egész jók. Ezért van ugye nálunk 3 hétig. A Torquay United 0-0-ás döntetlen játszott az Oldham Athletic-kel a hazai pályán, mi pedig a mi hazai pályánkon próbálunk meg egy győzelmet kicsikarni az Eldershot Town ellenében, avagy a 24. helyezettet fogadjuk végre, hiszen eljött a mi időnk, délután 3 óra, január 31. és a taktikai megbeszélésen alig 8 helyen szeretnének változtatni a csapatomon, ez nyilván nem fog megtörténni, és Zane Westbrookot kell figyelnünk, aki, figyelem, making debut, avagy első meccsét játsza a csapatban. Kell nem mondanom, hogy ez mit jelent. Állítólag mind a támadó, mind a védekező teljesítményük rossz, úgyhogy nem lesz sok ellenállás az ő oldalukról, de az undorító 7-3-as felállással játszanak, ami azt jelenti, hogy mégiscsak lesz némi probléma ugye ebből. 2 fok, és ez a szakadó eső, amiben jégdarabkák vannak, nem tudom, valami hasonló típusú szörnyűség van, de ennek ellenére 1733 jegyet adtunk el, ami egészen sok. Szóval nézzük, mit játszunk. Hát a labdarúgás természetesen, de hogy amúgy hogyan kezdünk neki. Egy olyan csapattal állunk ki, akik félig meddig tartalékosak, de nézzük is. Turner, Lofthouse, Lomas, Wells, ugyanis Angafor visszakerült az U21-be, Fauston, Adebii, Young, Gower, Burt, Berkeley Egyepong és Ladapo elől. Természetesen a kívánt pozíciójában az ékként attacking forward támadó
ként beállítva, úgyhogy hajrá fiúk! Induljon tehát a mérkőzés, mi vagyunk azok, akik fogadjuk a vendégeinket, tehát fehér aranyban játszunk, az ellenfél pedig az a burgundi vörös, nem tudom, mindegy, valamiféle piros-kékben, az a lényeg, az idegenbeli mezőkben. Lamb lövi rá, de Turner biztos kézzel fogja. Az egyetlen problémám az, hogy Lofthouse ugye a szomorúságával, amiatt, hogy nem játszik elég meccsen, most még ráadásul elbizakodottan is kezdte ezt a találkozót, aminek semmi értelme nincs, de mégis ez történik. Price elől próbáltunk menteni, de már a túloldalon érkezik Wilson, aki Lofthouse-ba lövi szerencsére, mert Lofthouse mégiscsak ott volt, ahol lennie kell, mert egy amúgy jó védő. Fausson szabadrugása azonban megpattan a sorfalon, így szöglet a 15. perc végén. Young végzi el be a tömegbe, ahonnan kifejelik, Wells vissza Younghoz. Young onnan beadhatja, be is adja, de nem jut el Birdhöz, pedig az lett volna az igazán jó, mert ő üresen volt. Innen. És Young újra a szöglettel, ez persze egy másik szöglet, Lomas veszi le a 16-oson belül, majd elveszíti azt. A közép hátvédünk ott maradt a 16-oson belül. De most már Lofthouse-nál a labda, úgyhogy minden oké, okay, megindul előre. Begurítja a 16-oson belőle, de hát ezt nem érte el senki. Ladapo azonban megszerzi nekünk a labdát, majd beadja és Gower! Fawkes véd. Egy előre ívelt labdát Wells kezel le, majd szépen megnyugszunk, és a földön próbálja kihozni, nem pedig ilyen érdekes mutatványokkal. Ladapóhoz kell az indítás, és bent van! Ez az, így kell visszatérni egy sérülés után. Tolu Ladapo, Young asszisztjából. Berkeley egyepong, Young. Gyönyörű előreívelés, Ladapo egy kicsit feltartja a mellette futó játékos, majd átemeli a kapust, és a kapufáról pattam be a hosszúba. Gyönyörű, 1-0 ide, még a félidő vége előtt, ami most be is következett, mármint hogy vége lett a félidőnek. 7 lövésünkből 4 talált kaput, és abból 1 gól is lett, éppen a legjobbkor, 1-0 ide. Indul a második félidő, ezt már az ellenfél kezdi. Az egyetlen változtatás, amit véghez vittem, az az volt, hogy Turner ne gurítsa ki a védőinknek, hanem rúgja ki a szélekre a labdát. Gyerünk Turner. Most egyenesen előre rúgta. Welch. Welchet ott hagytuk egy az egyben, hogy levegye a labdát, nem tudom miért. És az indítás Enemennek. Welch beleér, majd kifelé tudja rúgni a labdát a gólvonalunk felől. Manning beadja Price, visszafordul Powell-nek, teszi le. Ez fölé. Egy szöglet Young-tól, csak úgy. Welch volt az, aki kifejelte. Liam Burt fut vele egy tiszteletkört, majd leadja Jacob Birtley ágyapónnak. Welch hát a Faustonnak, aki átemel mindenkit. Ladapo alé pedig bevetődik egy védő. Burke egyébként beadása pedig éppen Fawkes kezébe pattan. Lofthouse bedobása, Burt. Lamb próbálta mellette elpasszolni, de ez nem jött össze. Lomas szerzi meg az előrevágott labdát, és Lofthouse javíthat a bedobás után. A beadása is rossz. Price. Egy brutálisan jó labda, és Turner véd hatalmasat. Matthew Turner. Fájszon helyén Aina. Oké. Okay. Nézzem el, oké. Okay. Ladapo. 1-5 ellen volt, úgyhogy kevés esélye volt rá, hogy sikert érjen el, de azért megpróbálta, ez megsüvegelendő. Young a szélre Birdnek. Bird. Majdnem öngolt vét a védő, de Ladapo lecsap a labdára, és 2-0-ra módosítja az eredményt. Így kell csinálni, a kipattan a labdát az ellenfél kapujánál befelé, a saját kapunknál kifelé rúgni. Ez a felszabadítás, ez nagyon nem volt sikeres, Ladapo pedig
lecsapott a kínálkozó lehetőségre. 2-0 a 79. percben. 3 perc a hosszabbítás, ami igazából már másfél perccel túlcsorgott, amikor az ellenfél még mindig rúghat egy szögletet. Powell, kifejeljük, most már igazán lefújhatnád. Köszönöm szépen. Megvan. Torula Dapó remek mérkőzésével és ezzel a háromszöggel itt, avagy Turner, Lomas és Wells remeklésével, Young 7,2-vel és Ladapo 8,7-tel a mérkőzés legjobbjává avanzsált, amíg Adam Wells nagyon szívesen veszi azt, hogy 91%-kal passzolt a fiatalember, 50%-kal szerel, 10 labdaszerzése volt, 73%-ban sikerült elfejelni a labdát, amiből egyszer kulcsmomentum volt, tehát azért a 8,3 ez elmond valamit, nagyon szeretné azt az új szerződést. De most a lényeg az, hogy hazai pályán sikerült legyőznünk az Elder Shottown-t, avagy Havantad Waterlooville Elder Shottown 2-0. Ezzel a győzelmünkkel megtartottuk a 13. helyünket, miután mindenki lejátszotta a 29. fordulós meccsét, az Elder Shottown pedig tovább taszigáljuk a kiesés réme felé, és a Cheltenham, itt játszott a Cheltenham, sosem tudjuk meg, de kikapott a Southend-től, amely Southend vezeti ezzel a tabellát, és mi pedig közelebb kerültünk a Cheltenhamhez, tehát ha és amennyiben meg tudjuk lepni a Chesterfieldet, és a Cheltenham rossz sorozata folytatódik, akkor tovább kúszhatunk fölfelé a tabellán, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy szépen egyre messzebb kerülünk itt a lista végétől, és főleg a kieső zónától, úgyhogy ezt nagyon jó látni. Ugye elméletileg 46 mérkőzést fogunk játszani a szezon során, és már 29-nél 41 pontunk van. Amúgy ugye 50-nél mondják azt, hogy talán nem esik ki a csapat, akkor már biztonságban van, tehát ezt jóval hamarabb elérhetjük, mint a szezon vége. Plusz a múlt szezonbéli 10. helyünket is talán egy top 10-es helyezéssel meg tudjuk ismételni, ami azért elég jó lenne. És hát Ladapo. Ladapo visszatért. Elméletileg 75 percet bírt volna, de éjjátszotta a meccset, úgyhogy gratulálunk neki. Kellett biztos az, hogy jókor legyen jó helyen, hiszen pont a 79-ben lőtte a második gólját, ezt a lecsapós begurítósat, és az 1729 néző végig tapsolta a levonulását, úgyhogy válveregetés, és csak így tovább. Immáron 6 mérkőzés óta vagyunk veretlenek, ebből mindössze egy volt döntetlen, a többi 5-öt megnyertük. Nem rossz. És Torula Dapó lett a 7 játékosa, végre, megérdemelten abszolút megérdemelten. A progresszív passzok 90 percen keresztül, tehát az előrehaladás segítő passzai, azok nagyon túlnyomó többségben vannak a liga átlagához képest. Szóval hadd szóljon. Nos igen. Azért ez a 6 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozat meghozta a gyümölcsét. A-, avagy a legjobbhoz képest egyel lejjebb lévő, bár hogyha van sima A, akkor 3-mal. Na jó. Lényeg az, hogy nagyon elégedettek a vezetési stílusommal és a vezetői képességeimmel. Az Oldham, a Chester és az FC United ellen aratott sikerekre külön büszkék. Annak nem örülnek, hogy kikaptunk a Hednesfordtól és a Fülétől, de mikor volt az már? Ugyan már. A szurkolók sosem elég elégedettek, ők C+-t adtak nekem,
ugyanezekre a győzelmekre reagálva örülnek, viszont Ryan Jones és Marian Trajkovski teljesítményével abszolút nem elégedettek. A csapat dinamikát tekintve az öltözői atmoszféra nagyon jó, ez fölfelé megy, a támogatottságom is nagyon jó, ez már sokkal följebb nem tud menni szerintem. És hát Pászli és Fál azok, akik a csapatvezetők, McCarthy és Tommy Wright, befolyásos emberek, és akiknek még van szavuk, az Billy Clifford, Berkeley Agyapong, Turner, Wakely, Cadogan és Bartley. Nézzük, a Chesterfield mit játszik. 4-4-2, cautious. Chinonzo Chibueze, aki... hát ki tudja, hol van, de nem itt. Fontos játékos, csatár, úgyhogy rá oda kell majd figyelni. És technikás az egész csapat, viszont beívelésekből jókat lehet nekik gólokat szerezni, úgyhogy ez jó hír. Újabb megtiszteltetésért minket, kettő játékosunkat választották be a hét csapatába, az amúgy is a hét játékosába választott Tolu Ladapo, és a védelemből Adam Wells. Gratulálom nekik, és szerintem Adam Wells mindent megtesz azért, hogy kapjon egy új, jobb szerződést. Közben pedig a 25 esztendős Emmanuel Adebiyi kirúgta Ryan Murray-t, a 46 éves ügynököt. És hát úgy néz ki, hogy Murray egy nagyon türelmetlen egyezkedő partner, de egészen jó emberkéi vannak, és 77-en tartoznak hozzá, ami azért durva. De ugye innen lehet csencselni, ahogy a múltkor is mutattam, hogy ebből a listából aztán bárki bármikor elhalászhat magának valakit, és ugye pont rajta van a listánkon Kobe Mainoo és Fion Mooney. Szóval itt aztán tényleg bármi lehet. Csapat nélküli játékosa nincsen természetesen. Jack Turner is hozzátartozik, aki éppen nálunk van próbajátékon. Micsoda! Na jó, nézzük, mi ez a Charlie Carter fiú. Nem. Nézzük meg, hogy milyen jó próbajátékon. Szóval a lényeg az, hogy az ügynök nevére kattintva mazsolázhatunk mind a 77 játékosa közül. Ez akár még a jövőben jó is lehet. Didier Dembélé, a Watford 18 éves holland bal hátvédje. És az Eastley szeretnék kölcsön venni. Miért jelenik meg mindenhol az Eastley-nek a neve, ezt nem is értem. Na jó. Semmi gond. Jól van. Menjünk hát tovább. És mennyi időm van még? 19 napon van, hogy Adam Wells-nek adjak egy új szerződést, de én adok most. Enter contract negotiations. Na nézzük. Fringe player szeretne lenni. Hát jó. A Brave Wanderers-höz is elmehetne, de nem hiszem, hogy óhajtana. Fringe player. Eddig jó. Részmunkaidő szeretne lenni. A nagy figyfenét. Ja, úgy jó. Ó, értem. Semmi baj. Minden oké. A jelenlegi kontraktusa az 60 eurót keres mindössze, 50 pénz, hogy itt marad, 0 az ügynöknek, 15-15-5. Ehhez képest, amit szeretne, 180, 325-ös loyalty bónusz, ezt levisszük 300-ra, egy helyet 2 éves szerződés, pályára lépési díj 50, ha nem kapunk gólt egy 20-as, ha ott ül a padon 30-as, évente 10%, hát ez még mindig csak 18 euró hetente, tehát az teljesen jó, és ha feljutunk, akkor 25%-ot kaphat. Nézzük.
Elfogadható, de azért még körülnéz. Jó. Hát ez viszonylag könnyen ment. Nem kért túlságosan sokat, nem rugaszkodott el. Úgyhogy eddig jó. Elérkeztünk a következő mérkőzésünkhöz. Kedd este 8 órakor játszunk, a szombat délutáni meccs után, úgyhogy elég durva a sorozatterhelés, no de a Chesterfield ellen lépünk pályára, hazai közönség előtt. 13-ként fogadjuk a negyediket, akiknek 52 pontjuk van, nekünk 41 jelen pillanatban. Nézzük tehát, mit tudunk ellenük tenni. Csak a következő meccsre, nem pozitívan, hanem balanszt, jó legyen kiegyensúlyozott. Steven Jones támadjuk le, aki nem más, mint a középső középpályás a jobb oldalon. Tackle harder, vagy lépünk oda keményebben. Jó. A 4-4-2-nél a bal szélen jól össze vannak szokva, és a két csatár elől, Chibueze és Marshall. Nagyon jól támadnak, de sebezhetőek hátul, úgyhogy csak óvatosan. Továbbra is 2 fok és szakadó eső, és ezúttal csak 1469 néző látogatott ki, pedig az előző meccset is megnyertük az Elder Shot-tal ellen, de hát ezek szerint valami más volt ott a gond. A kezdőcsapat pedig egy kicsit más neveket tartalmaz, mint az előző meccsen, hiszen mégis a negyedik helyzet ellen játszunk. Avagy Turner, Basley, Bartley, Wakely, Greenwood, Berger, Young, McCarthy, Fall, Berkeley Egyepong és Fraser elől az analízis szerint egész jól állunk, kivéve itt-ott-amott a védelemben, de ezt meg tudjuk oldani. A kispadon természetesen az idei csodacserénk Tommy Wright, valamint Liam Burr, Jimmy Gower, Adebayi és Jordan Aina. Lássuk! Kezdődik tehát az összecsapás, a kék-fehérben játszó Chesterfield az ellenfél, mi pedig a szokott fehér aranyban játszunk, hiszen újfent hazai pályán futhatunk ki a közönségünk elé, Wakely és Bartley összjátékából pedig már is miénk volt a labda egy pillanatra. Lawrence támadjuk le, Chibueze kilép a védők mögül, és Turner fogja maga biztosan. Egy szabadrugás, amit Young végez el, legurítja McCarthy-nak. Ez azt eredményezi, hogy mindenki lesre futott tőlünk. Burger visszateszi Pasztinak, ő jó a beívelésekben. Azonban egy kicsit hosszan tolta meg, így Chibueze el tudta onnan rúgni a labdát. És Obi a kapus. Pasztli úgy veszi le, hogy az ellenfélhez pattan, de aztán visszaszerzi, így kell. Mármint, hogy a visszaszerzést kell így. Nem veszítjük el, hogyha nem muszáj ezért, nyilván. Greenwood, valaki bemozoghatna üres területre, Youngot is hárman támadják. McCarthy csodálatosan veszi át a csodálatos labdát, és gól! Jake McCarthy burger passzából megszerzi nekünk a vezetést a 10. perc legelején. Obi dühöng, amiért a rövidre kapott egy gólt, mi viszont jól rendezünk. Burger fölnéz, meglátja, hogy ott az üres területen McCarthy, aki az átvétellel rengeteg előnyt szerez magának, és a kapus Obi mellett rúgja el a rövid sarokba. Tehát 1-0-ra vezetünk, Greenwood belebásó után kapja vissza, át a túloldra és fál! Igen! Ez az! 13. perc, 2-0 ide! Így kell csinálni, fiúk! Ez a bedobás, amit szoktunk mindig játszani. Bedob, visszakap, átível a túloldalra és az érkező ember befejeli. Egyszerűnek tűnik, de a megvalósítás igencsak nehéz. 2-0 ide. Young szabad rúgása. Obi kellett, hogy hatalmasat vetődjön, és úgy tudta csak kitolni szögletre. Young jöhet most a szöglettel. Ott van mellette segítség, de Bartley rövidre fejeli, és Obi odaér. 2 perc a hosszabbítás, ami szépen le is pörög, és marad a 2-0 a fél idei eredmény is.
Az első negyed órában megszereztük a vezetést, mi több meg is dupláztuk azt, úgyhogy egy kicsit nyugodtabban vonulhatunk a fél időre, mint az előző meccsen, amit ellenük játszottunk. Indul is a második fél idő. Nem változtattam a jól bevált taktikán. Egyedül azt kértem, hogy a frissen besárult Mariappa gyengébbik lába felé cselezzünk. Hát ha sikerül kicsikörni egy második lapot is. Az előrévet labdát Jackson gurítja haza Obinak, aki hatalmasat rúg bele, de ez csak arra jó, hogy Barkley megszerezze. Greenwood a bal oldalon már is átlépi a félpályát, Berkeley ágyapon két ember mellett. Most már csak egy, de inkább visszagurítja. Greenwood elindul befelé. Még mindig viszi, Csibu az elép oda, Berkeley pedig kapásból rátekeri a kapufára. Az gyönyörű gól lett volna, de sajnos csak kipattant a kapu mögé. Wakely ismét. Wakely át a túloldalra fát keresve. De Miss Jackson kisfia elonsontott a jobb szélen, és Fraser kap egy remek labdát. Fraser, Obi! De szép lett volna. Young szöglete következik. Jól jön be, Bartley! És lemaradtunk volna ettől a mocskos rohadt felirattól, ami egy 60 perccel ezelőtti hármas cserét mutogatott, de szerencsére végül is nem lett gól, úgyhogy nem maradtunk le semmiről. Turner fogja ezt a labdát gyönyörű szépen, ahogy kell. McCarthy szabadrúgása. Obi és a kipattanót nem befelé, hanem kifelé rúgják a védők, és rúgja az egy darab védő. McCarthy próbálkozhat újra szinte ugyanonnan, Obi ezt most fogja. 2 perc a hosszabbítás. Burger, Pansley. Burger. Ollézik a közönség, és szerintem még egy kicsit elbizakodóként hathat. Marshall, Turner véd, és Bartley blokkolja az ismétlést. Turner veszi le a szöglet utáni beívelést, majd keresi, hogy kinek passzolhatná a labdát. Ketten maradnak rajta, nehogy röviden tudja kigurítani, ezért megint Frasert kereste, de megint nem vált be. Greenwood az előre vágott Lastival, fél perc sincs már hátra a mérkőzésből, srácok, ne most essünk szét, kérlek. Greenwood gyönyörű labdaszerzéssel Berkeley egyepong, megindul a bal szélen, hárman vannak rajta. Szerintem ez Lash volt, így van. Jó, akkor, ha jól értelmezem, akkor lepörgött a hosszabbítás is. Nem kell, hogy elvégezzük ezt a szabadrúgást a Lash miatt, hanem a játékvezető lefújja a mérkőzést, így van. Akár csak a tök utolsót, a negyedik helyezettet is 2-0-ra verjük, de micsoda teljesítményekkel. Hát nézzétek meg, az egész védelem, a komplet védelem 7,5 fölötti érték nincs, a legrosszabb 7,3, te jóságos ég. Burger 7,8 az asszisztjával, McCarthy 8,1 a góljával, Fál és Burke negyepong is 7,5 fölött, egyedül a frissen beállt Gower volt 6,6-os, Young is 6,9-et hozott, Fraser pedig, hát satúba zárták ott elől, nem tudott mit tenni a helyzettel. És Jake McCarthy lett a mérkőzés legjobbja, a kapitány, aki jó példával jár elől, avagy leading by example. Tehát a végeredmény Havanten Waterlooville Chesterfield 2-0. Ezzel a gyönyörű győzelmünkkel lejjebb csúszott a Chesterfield egy helyet a tabellán, mi pedig egyel följebb kerültünk, ugyanis, ahogy mondtam, ha a Chelsea nem újra kikap, már pedig a Swindon Towntól is kikapott, akkor meg tudjuk őket előzni. Ez meg is történt. Plusz 4-es már a gólkülönbségünk, 44 pontunk van 30 mérkőzésből. Jövünk fel, mint az a bizonyos higany, és hát kikapott a Kidderminster Harriers is, úgyhogy őket is üldözzük. Az Epps Fleet United pedig nem látom ki ellen játszottak, de lehet, hogy az még egy korábbi mérkőzés volt. A lényeg, hogy fantasztikus volt McCarthy, fantasztikus volt a csapat, és megvertük a Chesterfieldet. Az ellenfél menedzsere, Kyle McFadzean, eléggé zárkózott volt a sajtótájékoztatón. Amikor megkérdezték, hogy nem erre az eredményre számítottál mi, Kyle. Kész egy kis üdítőt, Kyle.
Mire megfedzin csak annyit mondott, hogy a meccsnek már vége, és nem igazán akar róla többet beszélni. Mivel Fál gólt szerzett a mérkőzésen, egyetlen egy gólra van csupán a 10 bajnoki gól után járó 2500 eurós gólbónusztól. Erre nem emlékeztem, hogy benne van a szerződésében. Na mindegy, a lényeg az, hogy McCarthy remekül játszott, és hát azt kell mondjam, hogy csodálatos volt ő is, és az egész csapat is. Elképesztő, mik történnek. Lofthouse ugye nem volt benne ebben a csapatban nyilván. Tudom, hogy én csábítottam őt ide azzal, hogy sztárjátékos lesz jobb hátvédként, de hát ott van nekünk Pansley, aki szintén sztárjátékos jobb hátvédként, és a két dúlás egy csátában köztudottan nem fér meg. Elvet követve, ha választanom kell, akkor Pansley lesz az, aki marad a sztár, és Lofthouse, aki nem. Úgyhogy itt az opció, bár a fejemben nem látszik, de te higgyetek el, hogy ott van egy gomb, hogy discuss issue with squad, vagy beszéljük meg a problémát a csapattal, hiszen állítólag egy probléma az, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk tartani Lofthouse-t, ami abból a szempontból nem menne jó, hogy egy egészen tehetséges játékos, abból a szempontból viszont jó lenne, ha el tudnánk adni, hogy mondjuk 85 ezeret kapnánk érte, és nem kéne neki közel 1000 eurót fizetni hetente, tehát ezek mind-mind nagyon pozitív dolgok lennek, hogy beszéljük meg a csapattal, hogy mi a helyzet. Tulajdonképpen Ben Greenwood és Matthew Turner azok, akik itt így kiállnak Lofthouse mellett. Mi a helyzet? Kyren több játékidőt szeretett volna, mert megérdemli, és ahogy én kezeltem őt, az teljes mértékben nem volt fair. Na most itt megint csak az újjal rámutatós megoldással asszertíven szeretném elmondani mindenkinek, hogy ha és amennyiben egyetértettem volna és beadtam volna a derekam a követeléseinek, akkor az azt jelentette volna, hogy valakit ki kellett volna vennem a csapatból, olyanok közül, akik sokkal jobban megérdemlik, mint ő jelen pillanatban, úgyhogy ki kell érdemelni ezt a helyet, nem pedig panaszkodni róluk. Ez egy negatív atmoszférát teremtett. Play him or lose him, is your job at stake. Azt mondja, hogy vagy játszatjuk, vagy elveszítjük, az én állásom van jelenleg pellengére állítva. Micsoda? Megpróbálom lecsitítani az embereket. És nem fogom azt mondani, hogy többet fogom játszatni Lofthouse, inkább menjen akkor, hogyha ez az ára, hogy mindenki megnyugodjon. De a lényeg az, hogy azt fogom mondani, hogy már szinte csodálatra méltó az, hogy hogyan kiálltok egy csapattársért, és ez remek hűséget mutat és összetartást, de itt az ideje, hogy ezt ejtsük ezt a témát, és térjünk vissza a futballhoz inkább. Nem hazudok, nem fogok hazudni. Nem lesz egyszerű munkába jönni így, hogy látom, hogy hogyan kezeled a csapattársaimat. Mondja ez Turner és Ben Greenwood. Továbbra is szeretném nyugtatni őket a felemelt kezemmel, vagy nem is inkább asszertívan. Hát ott csak eszkalálni tudom, vagy negatívan visszaválaszolni, az nem annyira működött. Szóval inkább kivonulok ebből a problémából jelen pillanatban, mert ezt nem mondhatom, hogy ez olyan produktív volt. Köszi, hogy mindent megbeszéltünk, hát ez nem így működik. Viszont azt el kell mondanom, hogy már látom, hogy nem tudok mindenkit a magam oldalára állítani, úgyhogy maradjunk most ennyiben, ahol vagyunk.
nézzük az összefoglalót. Hát a morál mind Turnernél, mind Greenwoodnál leesett. Ez nem jó, mert ugye nézzük a kezdő csapatot, hogy állunk morállal. Ben Greenwood és Matthew Turner morálja ugye az nagyon lement. Akkor Lofthouse, tehát az a durva, hogy mind Turner, mind Greenwood rosszabb morállal bír, mint Lofthouse jelen pillanatban. Tehát, hogy mi a franc? Megkérdezik még az újságíró is, hogy megadom-e Lofthouse-nak a játékidőt, amit követel. Megmondom neki, hogy nem. Türelmesnek kell lennie, először javítania kell a játékán. Fuck. És a következő pillanatban valószínű kapok valami visszajelzést. Nem. Nézzük akkor a taktikában, Lofthouse esetleg valami feedback. Csak az, hogy boldogtalan. Oké. Okay. Az nagyon nem tetszik, hogy Turner egy ilyen sorozat után most milyen rossz morállal érkezik meg. Na, ez a... Megnézzük, hogy Lofthouse-zal tudok-e beszélni. Ajánljuk fel a kluboknak. És tegyük átadó listára. Tessék. Hoppá. Na, beszéljünk Lofthouse-al, hogy találjon magának egy új klubot. Neutrális. Hát ugye szóltunk a többieknek, hogy átadó listás vagy, úgyhogy szeretném, hogyha találnám magának egy új klubot. De én szeretek itt, nem akarok elmenni. Tényleg? Jó, tehát azt mondom neki, hogy nem tudok garantálni neki, hogy van valami jövője a klubnál, ennél a klubnál, úgyhogy itt a lehetősége, hogy a kezébe vagy az irányítást. Készen állok, hogy átvegyem megrövidjem a lehetőségeimet. Ha el akarok menni, akkor az majd természetesen meg fog történni. Hát jó. Akkor kicsit csökkentünk az áron. 65-re. Mert azért Lofthouse egy elég jó játékos. Jól működik. Az U21-es csapat, amiben ott volt néhány kipróbált és kipróbálásra váró játékosunk a nagyok közül. 3-0-ra verték a Weymouth U21-es csapatát, Cameron Gregory 8,3-mal védett, Hussein Biller a jobb hátvéd 7,4, Angafor 7,4, Dennis Smith, ő egyébként egy fiatal játékosunk szintén 7,4, Jay Fauston, akinek formába kell lendülnie 7,6, Jack Leahy a 3 gólból 2-t vállalt magára és a mérkőzés legjobbja lett. Ő az, aki a jobb oldalon tud támadni. Nincsenek kiemelkedő értékei, de úgy minden úgy közel a 10-hez vagy az fölött van, ami fontos. Romain Mandl 7,1-el érkezett, ő a középpályás, aztán ott van Jack Turner, a másik középpályás, aki itt van nálunk tesztelésen, ő 6,9-et futott, Gerard azonban a 8,2-vel a bal szélen, Clifford pedig frissen beállva nem kapott osztályzatot 77. perctől, és a védőnk, Horatio Gaylor, a 16 éves védő, szerzett egy gólt még, azért az kellemes. Ezt most látom először, ezt a hírt a mi csapatunkkal kapcsolatban. A
klub eladásra kész, mármint, hogy az elnökünk, Derek Pope, el akarja adni a klubot, és egy helyi befektető vehetné meg, és ezért Derek Pope készen áll arra, hogy átadja az elnöki posztot is, ha arról van szó. A thelonelyfootballpaper.com írománya szerint legalábbis, hogy ebből mennyi igaz, és mi lesz akkor, hogyha valaki átveszi a csapatot, kapunk-e plusz pénzt, változik-e valami, stb. Azt nem tudjuk. Minden esetre egy érdekes kérdés, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetünkben, ami elég rossz, mínusz 472 ezer, azzal mit tud majd kezdeni egy átvétel. Mai utolsó mérkőzésünk következik, az Eltrinken otthonába látogatunk. 9. helyen áll az ellenfelünk, 12-ek vagyunk mi. Nekik 46, nekünk 44 pontunk van, tehát mindössze 2 pont választ el minket attól, hogy akár a top 10-be is kerülhessünk, de ahhoz eléggé össze kell játszani az eredményeknek, elsősorban ugye meg kell nyernünk ezt a meccset. Nézzük, hogyan fogjuk ezt megtenni. Nyilván nem úgy, hogy 3-at változtatunk a csapaton, ez biztos. És a lényeg, hogy átállunk balanszra, vagy kiegyensúlyozottan próbálunk, először nem lerohanjuk az ellenfelet hazai pályáján. Elliot Osborne-t viszont letámadjuk, ez biztos. Ő a támadó középpályás itt középen, akinek rossz a kapcsolata Windsorral, a csatárukkal, aki a góllövő listát vezeti, és 12 gólos. 4-2-3-1 egyébként is szabadon hagyott középpályán, úgyhogy megpróbálom majd a szélen kicsit zavart kelteni. És jól támadnak, de a védekezésük rossz, úgyhogy keményen meg kell dolgozunk azért, hogy ne kapjunk gólt, vagy egyel kevesebbet, mint amennyit rúgunk. 12 fok, tehát javult az idő. Hűvös azért még van, és esik természetesen. 2252 néző kíváncsi erre a meccsre. Lássuk hát, kikkel kezdünk neki. Turner, akinek már nem piros, hanem oké a morálja, hamar túltette magát a problémán, miután átadó listára tettük jó barátját, Lofthouse-t. És Greenwood is quite good, ahogy egész jó morállal rendelkezik most már, tehát ez csak egy ilyen kis kisiklás volt náluk, úgy tűnik, és inkább odafigyelnek a saját karrierjükre, mint Lofthouse-ra, aki egy fél éve nálunk játszó játékos. A kapuban tehát Turner, majd Pansley, Bartley, Wakely, Greenwood, Berger, Young, McCarthy, Fan, Berkeley Egyepong és Tommy Wright. Az analízis szerint továbbra is remekül tudunk itt megoldásokat találni a középpályán. A védelem egy picit még csiszolódik, de mindenki egészen tudja már, mit kell csinálni ebben a pozícióban, amiben játszik. Bár Fál úgy tűnik, hogy valamiért nem a supportot játsza, de így most már rendben vagyunk. Még jobban fogja ezt megoldani, mint korábban. Jó, nézzük a mérkőzést. Nézzük tehát az összecsapást. Idegenben a sárga kék mezőnyben játszunk a piros-fehér csapat ellen, az Eltrinken ellenében. És hát picit valóban nagyobb a stadion, jobbak a körülmények, de az időjárás ugyanolyan rossz, és az ellenfél is reméljük behúdol majd. Kicsit közelebb megpróbálok azért kerülni a pályához. Így már azért jobban látszik, hogy mi a helyzet. Bartley előreívelése például nem pontos. Bowman. Wright szerzi vissza a labdát, Berkeley Egyepong. Hárman vannak előtte, visszagurítja Greenwoodnak épp ezért, Greenwood pedig Burgernek, Burger előreíveli Wrightnak, Wright leveszi, rálövi, és Jack Turner, a másik Turner egy párhuzamos univerzumban kapufára tolja Wright lövését. Young szabadrugás onnan rá, csűri, és Turnernek vetődve kell védenie. Ezért jöhet a szöglet, Burley Egyepong végzi el.
Hát a hosszúra, ahogy szoktuk, most ott van fá, de négyen futottak rá, úgyhogy nem volt esélye fejelni. De már is indul Greenwood a következő támadásunkkal. Burger, McCarthy a labda útja, ott megy Wright. Gyönyörű passz, Wright! És még egy kapufa! Hát ez mi? Az ellenfél kapufájáról nem befelé, hanem kifelé pattannak a lövéseink ezúttal, de reméljük, hogy lesz ez jobb. Osborne a szabadrúgással, kifejel Young, Goodrelham és Turner a rövidre. Hát ez nem esik jól, akár csak az eső. Kifejelt labda után Goodrelham elfut a védelem mellett, senki nem veszik, amely mindenki azt hiszi, hogy be fogja adni. Ehelyett bebombázza a rövidbe. 1-0 oda, és megint ők támadnak. Nabi előre rúgja Windsor felé, Osborne visszafejelt labdával, Windsor kapja vissza, és körül még egyet. Ez a 13. gólja a szezonban. Ezt Wakely nézte be, és nem volt les. Úgyhogy 2-0 oda. Ez így feletébb kellemetlen, nem tudom mi történik a srácokkal. Wakely nagyon-nagyon lemaradt, elhagyta a pozícióját, Turner pedig rá sem tudott mozdulni. Egy az egyben kapta az ívet. Nem, persze nem volt les, ez nem volt kérdés. Igaz Andyból 2-0 oda. És támadnak tovább. Osborne, egy jó blokk, Nabi, Rye, Goodrelham kap labdát, Frit beível, kifejeljük, Bowman a jobb oldalon, begurítja középre Wright-nak, Nelson még egy lövés, ezúttal mellé. És lepörög az első félidő hosszabbítása, ha volt egyáltalán nem is láttam, mert az volt a lényeg, hogy nem akartam egy ember direktbe ráküldeni valakire. Ahhoz képest, hogy hogyan kezdtük az első félidőt, ahhoz képest nagyon rosszul fejeztük be, ugyanis egy perc alatt kaptunk 2 gólt, a 26. és a 27. percben. Mind a két csapatnak 5 lövése volt, 2 talált kaput, csak a mi kapusunk nem védett semmit. 2-0 oda tehát. Indul tehát a második félidő. Cseppet változtattam a taktikán, pozitívabb felfogásban küldtem ki a srácokat, és megpróbálom befelé szorítani a széleken eddig egészen jól működő ellenfél csapatát. Hát, ha ezzel meg tudjuk fogni őket. Támadunk tehát, fától azonban elveszik a labdát és egy felszabadító rúgással próbálkoznak a 71. perc végén. Mi pedig újra támadásba lendülhetünk, ezúttal már 4-4-2-es felállásban, avagy bejött Tommy Wright és Liam Burt. Bartley indít, McCarthy, ez is kapufa és a kipattanó bent van. Jake McCarthy, mehetsz a labdáért, úgyis van. 1-2 a mi szemszögünkből. Ez már a harmadik kapufánk volt, de nagyon nagy szerencsénkre végül a kipattanó ezúttal jó helyre jött. És mi tudtunk a leggyorsabban reagálni. Jake McCarthy tehát a gólszerző, és hátra van még 20 perc. Ugyan már miféle les? Hát nem is látszik a vonal, nem lehetett les. Belefér a kiabálás. McCarthy szöglete érkezik. Nézzük, hogy a hosszú oldalra tudunk-e valamit kitalálni. Wakely elől kifejelik Adebayi. McCarthy ismét beívelhet, be is ível, de sajnos laposan és rossz helyre. Úgyhogy a másik Turner magához ölelte a labdát a lefújásig. Így megszakadt a veretlenségi sorozatunk. Szerencsére legalább idegenben. De az az egyperces rövid zárlat az nagyon nem hiányzott. És hát az előző meccshez képest, ahol majdnem mindenki 7 egész fölött volt, most majdnem mindenki 7 egész alatt teljesített. Burger és McCarthy a két középpályás volt, aki ez fölé tudott menni. McCarthy még gólt is szerzett. De az a szerencsétlenség, hogy az a
kapufákról folyamatosan kipattant a labda. Ha azok bemennek, ugye, akkor 2-0 megyünk már legalább, és nem ők vezetnek 2-0. De a sportban nincsen ha, meg de, meg semmi ilyesmi. Úgyhogy a végeredmény eltrinkem, Hawanten Waterlooville 2-1. Ezután az eredmény után is egyenlőre még ott vagyunk a 12. helyen, de a Gateshead még nem játszott, és más nem érhet utol. Szóval a Gateshead, ha és amennyiben játszik. Mert most játszott. Szóval egy meccse kevesebbet játszott, de ők is legyőzték a Chesterfieldet. Szóval a Chesterfield már 7. Kell mondanom, hogy ha nyertünk volna, sem léptünk volna előrébb, de így egy picit messzebb van a top 10, és egy picit közelebb a második fel a mezőnynek. És igen, ahogy mondtam, 7 mérkőzés után találtunk végül legyőzőre. Azért ez szép. Szerintem már nem az, hogy kikaptunk, hanem az, hogy 7 meccses sorozatunk volt. És a Woking hazai pályán 10 mérkőzés óta veretlen. Nézzük, kivel játszunk legközelebb, a következő bejelentkezésünkkor kipörgetjük februárt, ami azt jelenti, hogy Halifax, Bromley, Gateshead. A Halifax 15., a Bromley 2., a Gateshead pedig 13. Tehát a Halifaxet és a Gateshead-et idegenben kéne meggyepálni, még a Bromley-t minimum egy döntetlennel megajándékozni, hiszen a hazai pálya az mégiscsak hazai pálya. És hát most jön egy kéthetes szünet ezután az Eltrinkem elleni meccs után, úgyhogy van időnk építkezni. És ha megnézzük, akkor az U21-es meccsek azok pörögnek folyamatosan, 10-én és 17-én is lesz meccsünk. Szóval azokat még meg tudjuk tekinteni, hogy teljesítenek a srácok. De egyébként Romain Mandel, Jack Turner, Jack Leahy és Hussein Biller is nagyon jók. Angafor már is készen áll arra, hogy fölmenjen a nagy csapatba, állítólag. De nem tudom neki biztosítani, hogy játszani is fog. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani csupán, hogy ez a Romain Mandel, Jack Turner, Jack Leahy, Hussein Biller 4-es, ez elég erős. Kiváltkép Romain Mandel, akiről azért jobb lenne többet tudni, de reméljük, hogy a következő meccs után ez kiderül. Sztárjátékos, aki még mindig van hova fejlődjön. Tottenham nevelés Luton Townban pallírozódott azóta. Csak hát ugye nincsen semmiféle statisztika róla, tehát nem tudom nagyon megnézni, hogy mit tud. Mert csak úgy játszogatott barátságos meccseken, de ott egész jó volt. Hát most erre mit mondjak? Majd kiderül nálunk, hogy játszik. Egy jó hír így a végére. Adam Wells elfogadta a szerződési javaslatunkat, avagy 2 évre aláírt hozzánk. Ez nem csak neki, hanem nekem is jó hír, illetve a szurkolóknak is jó hír. Úgyhogy egy 22 éves fiatal, nagyon jó, tehetséges játékos, aki akár nagyon jól is tud játszani, és hol van még a maximumtól, amit ki lehetne hozni belőle. Szóval hiába szeretné elvinni a Finn Harps kölcsönbe, ez nem fog sikerülni. És Wells boldog az új szerződésével, örül, hogy aláírhatott az új klubjához, tehát Adam Wells boldog, succeeded, nagyon remek. Toru Ladapót pedig majd játszatnom kell, ne felejtsem. Most, hogy ideig is eljutottunk, ugye 13 nap múlva lesz a következő meccsünk. Még akár a klubot is eladhatják, itt bármi megtörténhet. Talán az kihúzza minket a csávából, de... mert hogy folyamatosan csak
veszítjük a pénzt, ez feltétlenül kellemetlen. Minden esetre a lényeg az, hogy egy 7 mérkőzéses veretlenségi sorozatnak köszönhetően a 12. helyen tanyázunk, és innen várjuk a folytatást 31 forduló után, ez azt jelenti ugye, hogy még van hátra vagy 15, és tehát kétharmadánál vagyunk tulajdonképpen a bajnokságnak, ami azt jelenti, hogy a kezdeti nehézségek ellenére most sikerült egy kicsit följebb és távolabb kerülnünk a kieső zónától, úgyhogy ez remek. Az, hogy Malik Cadogan a 8 asszisztjával kiesett a bal oldalról, az nem segített sokat, de így is meg tudtuk oldani, ugye Burtley Egyeponggal és Liam Burttel. Szóval egyenőre még jók vagyunk, a továbbiakra pedig várnak titeket vissza. Halifax, Bromley és Gateshead, ez a három meccs van még hátra a februáriakból, illetve gondolom, hogy válogatott szünet miatt van itt február 14-i hétvége, ahol nincsen meccsünk, szóval valószínűleg oda el fognak utazni néhányan a csapatból. Mindenesetre a lényeg, hogy innen folytatjuk, köszönöm, hogy velem voltatok, hajrá kis csapatok, és hajrá Havanta Waterlóvél. Meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye ennek a Faustón féle kirohanásnak. És hát nektek bármilyen játékot is játszatok, további jó játékot és jó szórakozást kívánok. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!